zene az kell mai vendége Nemesvári Norbert rendezvényzenész, aki az utóbbi években saját dalaival egyre nagyobb sikereket ér el. Hogyan találkoztál először a zenével? Még csak hagyján, hogyan, de mikor, azt kéne nagyjából kibögni. Hát nyilván nagyon korán. Igaziból, amikor komolyabban kezdtem el foglalkozni az otthon kapott impulzusok hatására azzal, hogy én nekem kéne valamilyen hangszer keresnem, az azt hiszem általános iskola második osztályában történhetett valamikor. És hát azért azt még úgy gondolom, hogy inkább citáltak, mint annyira teljes erőben, 100%-ból az én kedvem szerint történt volna, de szüleim és bátyám nagy valószínűséggel nagy hatással voltak arra, ez már azért egy kicsikét a homályba visz, hogy kinek volt ebben nagyobb szerepe, de valamikor második környékén volt az, amikor azt mondták, hogy Norbi, ugyan próbálj már meg ezt a hangszert, ami akkor egyébként a gitár volt, és jó lenne, hogyha ebben egy picikét elásnád magadat. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez akkora tehető, kb. Olyan 8-9 éves korom környékére. Ugye mondtad, hogy szüleid és bátyád akkor a családban volt már, aki zenész volt? Ennek ellenére nem, tehát semmilyen hagyománya nincsen, sőt, igaziból sem. Nem, hogy a szűk családon belül, tehát se távolabbi rokonságban, igaziból nem nagyon tudok olyan, nem fedeztem fel sose se akkor, se azóta másban ezt a hajlamot vagy lehetőséget. Ez valahogy csak nekem adatott meg, hála Istennek, hogy akkor felhívták rá figyelmemet, és nem hagyták a kezdeti nyafogások ellenére abba hagyni a tanulmányokat. Meddig tartott ez, mennyi ideig tartott ez a gitárszak? A gitárszak hála Istennek sokáig tartott, mert 9 évig jártam én klasszikus gitárra, fantasztikus emberhez és tanárhoz, Fogarasi Bélához, akinek nem győzök azóta, és minden egyes fórumon hálát adni azért, és megköszönni az a rengeteg jót, amit tőle kaptam. Hangszeres tanításon kívül egyébként, mert csak most felnőttként, amit már jó régen vagyok felnőtt, tehát felnőttként értettem meg igaziból azt, hogy mennyire nem mindegy az, hogy egy diákhoz hogyan ül oda abban a teremben a tanár, hogy nem csak azt akarja átadni, ami a kottákban és a hangjegyek között figyel, hanem sok minden más is, amit ő fontosnak tart. Rengeteg mindent tanultam a tanár úrtól, úgyhogy ez egy nagyon szép 9 év volt. Abból a két év az eleje az mondjuk nagyon macerás volt, mert elég jelni, mit érhető módon. Azt hiszem még a hangszert is csapkodtam, vagy kétszer, pedig viszonylag törékeny dolog a gitár. Hál' Istennek túlélte ezeket a dolgokat, mert akkor az első két évben olyan volt legalábbis akkoriban a tananyag, ahogy tanították a gitárt, ahogy muszáj volt szerintem elkezdeni, hogy picit száraz volt, nem voltak benne olyan jellegű dolgok, ami a gyereknek felkeltette volna a figyelmét, nem volt annyira dallamos, nem voltak nóták, nem volt semmi, hanem csak ilyen technikai gyakorlás, vagy ilyesmi. Ebbe egy mangusapkányit belecsömörlöttem, és akkor ott azért kellett egy kis segítség nekem, hogy ott átlibbenjek mondjuk a második éven, de utána már nagyon-nagyon-nagyon fantasztikus 7 év következett a 9 végéig. Ugye több mint 20 éve vagy, mint rendezvényzenész a pályán, hogy ugye jól tudom, és ugye mondtad azt, hogy itt a tanárónak nagyon sokat köszönhetsz. Mik azok a dolgok, amiket abból a 9 évből most is tudsz hasznosítani? Nagyon érdekes, mert az emberi oldalát, amit kaptam a tanár úrtól, azt nagyon nehéz egyébként úgy kiszedni belőle szereteket, hogy mi az, amit abból aztán később hasznosítottam, mert annyi emberséget és annyi jót, meg a jó dolgokra való figyelést kaptam egyben tőle, és a lényeges dolgokra való figyelést, amit nagyon nehéz, inkább csak egyként tudom kezelni, egy érzésként tudom kezelni, és hogyha ezt érzésként fogalmazom meg, hogy az hogy van kihatással az ember életére, akkor azt kell mondjam, hogy igyekeztem ezáltal is mindig mindenben a jót, és a lehető legjobban keresni, és a legjobbat kihozni abból, amit én éppen csinálok. Tehát talán ez, meg legfőképpen az alázatot, azt, hogy illik a lehető legjobb szándékaiddal megközelíteni az aktuális feladatot, legyen az bármi, és a maximális erő befektetéssel kihozni belőle azt. Tehát rajtam tényleg nem múljon annak a dolognak a kimenetele, annak a siker, annak a jósága, a másnak az öröme, amit én ezzel okozok. Tehát nagyjából ez így egyben. Tehát ez is, én talán erre gondolok, amikor azt mondom, hogy sokat hoztam abból a 9 évből. A zeneiskolás évek után mi történt? Miért hagytad abba a napettően a zenei? Tulajdonképpen a katonaság volt az egyetlen olyan tényező, ami miatt nekem ezt a
a történetet. Hát nem is kellett, de valahol az élet hozta azt, hogy szüneteltetnem kellett elgondolkozni rajta. Akkor azért még működött ez, hogy emberek elmentek iskola után katonának. Ez velem is megtörtént, és tulajdonképpen ott, akkor utána iskola, főiskola, egy kicsikét időben már nehezen tudtam volna a dolgot úgy megoldani, hogy a gitártanulmányokat azzal a rendszerességgel tudtam volna folytatni, ahogy az addig zajlott az évek során. Mint rendezvényzenész, ez hogy indult az egész történet, ugye, ha a katonaságot, a főiskolát tekintjük? Pont azzal indult el. Azért, mert a gimnázium évek alatt még a katonaságot úgymond megelőzendő, azért ezt a gitározást én már próbáltam. Hülyé hangzik, de biztos nem tudom pénzre váltani, de 16 éves fejem még erre nem gondoltam. Inkább csak a másik végét is megismerni, úgymond, és akkor volt egy lehetőség, ahol én, hát az az igazság, hogy egyszerű, nem egyszerű, mert az sem egy könnyű feladat, maradjunk annyiban, hogy egy kis lagzi zenekarban, lagzi zenészként elmentem, és irgalmatlan sokat dolgoztam már a gimnáziumiek alatt minden hétvégén. És mondjuk először is úgy, hogy az a gitárszudást, amit tudsz szereztem, az oda bőven elég volt, és azzal én elég jól el voltam, anélkül különösebben megerőltettem volna magamat, pusztán maradt az egyszerű fizikai megpróbáltatás, amit egy ilyen dolog jelent. És aztán utána a katonaság persze ennek is véget vetett, és az a rendezvényzenészi státusz, amit én azóta taposok, ha lehet ezt így mondani, és azóta csinálok nagy szeretettel, az pont ebből alakult, hogy a gitárt elhagytam, és aztán kerestem mindenféle olyan hangszereket, leginkább billentyűs hangszereket, amik lehetővé teszik azt, hogy az ember egy személyes zenekarként is hely tudjon állni, és el tudjon vezényelni egy rábízott rendezvényt. Mert korábban ugye zenekarban vettem gitárosként, egy négytagú zenekarban értelemszerűen, és akkor utána ez a már sokszor emlegetett katonaság, ugye többek között ennek a zenekarosdönök és a gitártanulásnak is véget vetve indította el tulajdonképpen ezt a rendezvényzenészi folyamatot, ami már egyébként nem is 20, hanem 25 éves. Tehát ezt 20 éve mondjuk, hogy 20 éve, de nem, mert már öreg vagyok. Tehát ilyenkor már mindenfajta jubileumi történeteken zenekarok túlestek. Én ezt még nem tartottam meg, ezt a rendezvényt, de most, hogy eszembe jutottad, ez lehet, hogy előbb-utóbb sorra kerül. Hogy akkor 25 év, hogy akkor itt pontosítunk. Azért van rálátásod erre a szakmára, erre az egészre az elmúlt 25 évben. Hogy látod, mennyire változott, mennyire hígult, mennyire lett igényesebb ez a történet? Változni annyiban változott szerintem, hogy akkoriban sokkal kevesebben művelték. Talán értelemszerűen, mert hogy mindenfajta olyan eszköz, amit ennek a dolognak a működése vagy működtetése megkíván, egy kicsit nehezebben volt beszerezhető, egy kicsikét kevesebb volt a kínálat. Tehát oda mindenféleképpen kell egy komoly hangszerpark, kell egy erősítés, hogy ilyen háttér dolgokról is beszélgessünk, és ezek sok esetben számomra is egyébként csak Ausztriában, Németországban voltak elérhetők, hát azt már nem kell mondani egy ma zenével foglalkozni kezdő embernek, hogy ez volt egyáltalán, vagy éppen el kell neki mondani, hogy el tudják képzelni, hogy ez milyen nehézséget okozott egy jó hangszer beszerzése Magyarországon az akkori rendszernek a sajátossági miatt, ez az annyira nem volt egyértelmű vagy könnyű. És ezért akkor kevesebben művelték, egy kicsikét nagyobb respektje volt, ha úgy lehet fogalmazni, nagyobb elismerése volt akkor annak az embernek, aki egyébként bármilyen szinten is hozzájárult ahhoz a hangszeres tudásával, vagy a közreműködés, vagy egy rendezvény. Legyen ez persze bármilyen, nem feltétlenül lagzi, hanem legyen ez egy akár egy családi összejövetel, vagy legyen ez, ahol egy hangszer megszólalt, legyen ez egy bármilyen bár vagy városi produkció. Kicsit úgy általában a zenészek, a mindenkori zenészek megítélése szerintem sokkal jobb helyen vagy jobb szinten volt, mint most. Nyilván azért is, mert az idők során sokkal többen kezdtek el foglalkozni ezzel, és így talán azt hozta magával, hogy ahogy szinte egy picikét kis túlzással erősen fogalmazza, mindenki már úgy zenésznek érzi magát, vagy zenéhez értő embernek érzi magát. Egy picit az igazi zenészeknek a megítélése csökkent, vagy kopni látszik. És itt azért én szeretném azt is megjegyezni, hogy én nem feltétlenül sorolom magam azokhoz az igazi zenészek közé, azok sorába, akik valóban odaültetedőt
egy hangszerrel a kezében ki egy terem, egy üres színpad közepére, és hozzákezd játszani, és akkor szépen lassan lehet hallani, hogy mindenkinek az álla leesik a teremben, és elvarázsol mindent, pusztán a hangszer tudásával is azt, amit tud. Ha a gitár tovább folytattam volna nekem, erre lett volna esélyem egyéb iránt, hogy nagyon jó hangszeres zenész vágyak. 9 év még nem feltétlenül elég ahhoz, talán egyik hangszeren sem, hogy az ember utána azt mondja magáról, hogy hú, de jó vagyok ebben, abban, amabban. Én azt ott hagytam abba, ahol még lehetett volna jól kijönni belőle és jól folytatni belőle, így megmaradtam itt azon a szinten, hogy az egy jó tudásanyagot, elméleti háttéranyagot adott ahhoz, hogy el tudjak igazodni mondjuk a fekete meg a fehér billentyűkön. És itt van az én úgymond nagy sajnálatom, vagy amit én legjobban sajnálok, a múltból az, hogy nem vagyok egy kétkezi zongorista, ezt szoktam mondani. Tehát én megoldom a történeteimet a gépekre való támaszkodással és segítséggel. Ezek sokat szolgáltatnak, ez egy külön misét és külön riportot megér, hogy mely dolog hogyan működik és hogy segíti az embert abban, hogy a produkció azért teljes legyen és jó legyen. De visszatérve ehhez a kicsit nyers fogalomhoz, nem vagyok kétkezi zongorista, ezt én sajnálom. És azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak úgy, még ennyire sem kétkezi zongoristák, vagy még ennyire sem odafigyelő emberek, akik azt mondják, hogy most zenész vagyok. Ezt nem lehet rávágni valamire, hogy én zenész vagyok. Nem, a zenészek az egy más tudomány, az egy művészet, ezt ne felejtsük el. Nem szabad összekeverni azzal, hogy én zenélek neked. Én zenélek itt-ott, amott, én tudom, hogy ezt hogy kell bekapcsolni, hogy kell mit csinálni, mit hogy csinálok. Tehát én ezért is szeretem azt, hogyha én a saját magamról azt elmondhatom, hogy rendezvényzenész, az nekem rendben van, mert én tudom nagyjából, hogy meddig mehetek el azt a szót forszírozva, hogy zenész. Pont azért, mert tudom, hogy ebből a 9 évnyi tanulásból kijöve is még hol vagyok attól, hogy azt mondhassam meg magamról, hogy zenész. Ugye, mint rendezvényzenész feldolgozásokat kell ugye megtanulni, figyelni kell, hogy mik az új slágerek és hasonlók, viszont ugye az elmúlt években történt az, hogy saját dalokkal is jelentkeztél már. Minek tudható be az, hogy ilyen sokat kellett várni ezekre a dalokra? Nem tudom, talán az a milliószor emlegetett és legalább 2 milliószor elkoptatott fordulat, hogy az a mókuskerék, meg hogy az élet így röpül, meg úgy röpül, de mivel minden ilyen közhely mögött van némi nemű igazság, én azt gondolom, hogy nem baj, hogy ezt én most újból felhasználom ezt a kettőt. Egyszerűen tényleg elszaladt az idő azokkal a dolgos hétköznapokkal, mert ugye az embernek van ez mellett egy rendes civil foglalkozása is, amiből élnie kell. Elszaladt úgy az idő, hogy nem maradt energia arra, hogy oda tudjak figyelni. Valami olyanra, ami mindig is munkált bennem, ami mindig is foglalkoztatott, legalább annak a szintjén, hogy kipróbáljam magam, hogy mi az, amit ezen a fronton, mint saját dalok, vagy saját produkció, meg tudnék valósítani, vagy képes vagyok rá. És itt már ugye saját dalokhoz eljutva, igaziból itt már ki is kerül a látókörből az, hogy én most hangszeresen működök közre, vagy nem, itt gyakorlatilag már csak az én óvatos kis ének hangomról van szó, mert ugye itt már csak gyakorlatilag csak énekesként tudom a történetet felvállalni, mert úgy van értelme, hiszen ami ez mögött áll, az egy nagyon nagy és nagyon szerencsés és nagyon, nagyon jó körülmények között létrejött csapatmunka, aminek én része vagyok azáltal, hogy ott az ott születő dalt és az ott háta mögött eljátszott dalt vagyok olyan szerencsés és elénekelhetem. Úgyhogy ez a röpke néhány, egy-két évtized, az mindig azzal telt, hogy én szerettem volna valahol, a saját dolog mindig mindenkinek eszébe jut, hogy mire lenne képes valahol valamikor. Egymagamban nem volt annyi spiritus egyébként sosem, hogy neki mertem volna vágni egy dalszerzésnek, a szövegekkel azért kacirkodtam, meg kellett várnom ezt az időpontot és azt az embert, akivel ez a dolog létrejöhet. Az ember. Próbáltam ezt a dolgot eljátszani akkor, és ezzel is abba az irányba terelni, hogy mindenféleképpen említsük meg Ember Pétert, akkor ez sikerült. Hála Istennek eljött az a pillanat, amikor nekem sikerült találkoznom Ember Petivel, ami annyira azért nem volt olyan nagy dolog, mert ugye, hogy kb. 2 utcára vagy 1 sarokon lakunk egymástól, tehát annyira nagy varázslat nem kellett hozzá, pláne úgy, hogy ott álltam az üzletben a kasszában, és így bejött egy egyszerű alkohol és filcet vásárolni, felteszem valami CD-t megírni, és vagy ráírni valamit egy CD-re, és akkor ott
felnőtt fejjel is úgy remegő hangon megkérdeztem a Pétert, hogy lenne-e velem kedve foglalkozni ezen a fronton, hogy valamilyen dal kezdeménnyel vagy ötlettel engem megtámogatva csinálnánk egy saját dalt, Peti, légy szíves. És akkor a világ letermészetesebb hangján mondta, hogy persze, gyere koregről, csak gyere ide hozzám, gyere, és akkor oda mentem hozzá, és akkor indult el ez a dolog valamikor másfél és két évvel ezelőtt körülbelül. És ugye azóta dal után születik alapvetően, és az elmúlt időszakban is az egy jellemző volt az, hogy különböző médiumokban azért te szerepeltél már. Hogyan élted meg ezeket az egy nagyobb sikereket? Tök jó volt, azért volt jó, mert olyan hatalmas, nagy tervekkel az ember nyilván nem indulhat akkor, amikor egy-két nótája megszületik, és a végleges formát előtve, hú, ne hagyja Isten, még videóklippel megtámogatva is elér a nagy közönségig. Na, attól még az ember nem tudja azt mondani, hogy fú, mekkora nagy, fantasztikus dolgot sikerült csinálni. Úgy nézegeti viszonylag távolról, kicsit távolabb kerülve magától a dologtól, ahogy időben is távolodunk tőle, és úgy nézi, hogy merre, hogy működik, hogy fogadják az emberek. Nekem az volt az észrevétem, és az volt a nagy szerencsém, hogy nagyon jó fogadtatásra találtak ezek a nagy szeretettel készített dalok. Szeretik az emberek hallgatni, osztogatni, nézik itt-ott, ahol ez csak lehetséges, a mostani technika lehetőséget arra, és a mostani szokások lehetőséget adnak arra, mint mindenki tudja, hogy pillanatok alatt elinduljon, elérjen bárhova bármi, aki fogékony rá. És így a megosztókon ez a történet a maga útját elkezdte járni. És úgy gondolom, hogy minden egyes ilyen kis utána való megjelenésem ennek a következménye, mert mindig minden valamiből születik, valamiért van, nyilván semmi sem véletlenül, és nekem most az a szerencsém van, hogy tényleg egy-két olyan hely, ahova aztán végképp nem gondoltam, hogy én eljutok, mondjuk pláne nem egy év után, vagy az mondjuk tényleg elég gyors volt, hogy viszonylag, hogy egy évnyi várakozás, időzéles várakozás után eljuthattam ezekre a helyekre. Rádiókban játszok, hála Istennek, a dalaimat sok helyen. Volt már Klassz FM-es megjelenésem, volt a kisebb, nagyobb vidéki rádiók Székesfehérvártól egészen Tatán keresztül, gazdasági rádió, és a legkedvesebb, a szívemnek legkedvesebb rádió, a folyton életre kelő, de valami rejtjásoknál fogva hosszan soha életben maradni nem tudó helyi balosagyarmati Megafon rádióban is sikerült a történetet és a dalaimat elővezetni. Aztán voltak tévés dolgok, volt ott egy, hát sokak által, meg kell mondjam, lesajnált, de még nagyságrendekkel többek által nézett, furcsa módon többek által nézett muzsika tévében volt leadva három notám, és aztán a Duna TV-n volt még a Kívánságosan műsorban a közelmúltban egy olyan lehetőség, ahol szintén három nótát előbírtam, elő lehetett vezetni, és azért ez volt a legnagyobb olyan dolog, hogyha belegondolok, hogy odáig eljuthattam, az azóta is elgondolkodható, mert abból a idézőjeles kasztból, ahol én jövök, megyek és én leledzem, olyan sokan még nem voltak ott igaziból, azt is mondhatom, hogy senki. Tehát ott tényleg csak olyan komoly emberek voltak, komoly előadók voltak, akit bármelyikünk is ismer, és mindenfajta területről természetesen. Úgyhogy itt kifejezetten szerencsés vagyok, hogy ott lehettem, és nem kihagyva abból, hogy ezek sosem egyedül az én erényeim, vagy az én saját magamtól való eredmények voltak, itt gyakorlatilag mindig mindenhol segítséggel. Tehát úgy segítséggel, hogy voltak érte emberek, áldozták rá napjaikat emberek azért, hogy ezek a dolgok a közreműködésükkel létrejöjjenek. Tehát ezek nagyon fontos dolgok. Ez emberi segítségek és segítség és hozzáállás nélkül ebből az égvilágon semmi nem jöhetett volna létre. A beszélgetésünk zárásaként még azt szeretném tőled megkérdezni, hogy élő Nemesvári Norbert koncert lesz-e? Az mekkora kérdés volt. És ez foglalkoztat a legjobban. Én azt gondolom, hogy azt kellene elérnem, hogy az előbb általad emlegetett és egymás után születő dalok sora azért a mostani, mondjuk 6-ról 7-ről fel tudna duzzadni egy olyan, és a saját dalokról beszélünk természetesen nem feldolgozásról, fel tudna duzzadni egy olyan mennyiségre, amivel egy estét egy színpadon meg lehet tölteni, és az egész így mond eredet és változatos tud lenni saját önmagától.
Na most, hogyha odáig elérünk, hogy ez a mennyiség meglegyen, akkor bizonyos vagyok benne, hogy itt a városban valahol egy jól feltérképezett és a dologra legjobban alkalmas helyszínt választva erre a dologra sor kerülhet, és ezt mondjuk nagyon is szeretném. Ugyanis mindenki adott hozzá, amivel ezt létre lehet hozni. Tehát azok mindazok a zenészek, akik közreműködtek bármikor is, bármelyik dalban is az én nótáimban, ők mind itt vannak, ők mind balassagyarmati emberek, környékbeliek. A közönség nagy része, aki engem szeret, azért az itt van. És ugye egyáltalán ez egy nagy dolog lenne, hogyha ezt így sikerülne létrehozni. Úgyhogy a kérdést nagyon-nagyon-nagyon telibe talált. Köszönöm. Kívánok ehhez sok sikert neked, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.